Szép napot, csodálatos életet kívánok minden kedves nézőnek, foci és sport. De azért néha lehet egy kis pingpong is, mert ugye, mint tudjuk mindannyian, mindenki kiváló futballista volt, vagy lett volna belőle, mert nem mindenkinek sikerült, viszont szeretjük a legnagyobbakat. A mai vendégem Gergely Gábor, többszörös világbajnok, többszörös Európa-bajnok, és ha lett volna olimpia, akkor olimpiai bajnok is lenne, de hát ez az élet büntetése volt Gábor fele, hogy akkor nem volt olimpia. Primissima díjas, mellette szeretném hozzátenni, kiváló újságíró, kiváló riporter, és most nagyon fel kell kötnöm a nadrágomat, nehogy totális hatalom átvétel legyen Gábor részéről, de minden esetre szeretettel köszöntünk a stúdióba, Gábor. Én azt mondom, hogy jól nézel ki, de azért kérdezik meg a hölgyeket is, tehát kezdjük már így a műsort, hogy nekem így bejössz, tehát a karakter megvan, hasonló olyan, mint régen. Gábor, te mindig vidám vagy. Ugye, ha azt mondjuk, hogy Jónyer, Gergely, Klampár, vagy akár lehetne a sorrendet bármilyen formában elmondani, akkor ez minden magyar embernek megdobbantja a szívét, és azt mondja, hogy úristen, vagy hétszer játszottatok, azt hiszem, hogy a kínaiakkal, akik a világon a legjobbak, döntőket, meg stb. Stb. De nem is ez. Hanem az, hogy ti egy pingpong kultuszt alakítottatok ki. Tehát nélkületek asztali tenisz nem elképzelhető. Tehát lehet bármit tennetek, mert ti már ikonok maradtok, és ennek én nagyon örülök. Annak meg főképpen, hogy a barátod vagyok. Hát szép lassan megöregettünk együtt, régi edzőtáborok, Tatán, amikor még ott voltam, és csak tátott szájjal néztelek benneteket, ti meg a birkózókat. És te nem lettél birkózó, én nem lettem pingpongos. Gábor, örülök, hogy itt vagy. Hát most innétől kezdve eljött a te időd, akkor hallgatunk. A legelején kezdjük mindig, mint mindenkinél, mert azért nehogy úgy nézzen ki, hogy egyből pingpongos lettél, de azért a ti időtökben volt már egyébként pingpongasztal? Ott, ahol mondjuk éltél? Nagyon köszönöm a meghívást, és tényleg nem ritkaság az, hogy én nem tudok szóhoz jutni, de hát ennyi dicséretet, meg ennyi mindent a fejemre olvastál, úgyhogy teljes mértékben azt kell mondanom, hogy valóban fel kell kötnöd, és nekem is fel kell kötni azt a bizonyos fehér neműt, de nem foglak dicsérni, te se dicsérj tovább, beszélgessünk, mert az sokkal jobb. Tudod, az öndicséretnek van egy kis, igen, az, de ezt sem mondjuk itt ki, mert a végén még ebbe is belekötnek. Szóval a kérdésedre válaszolva, mindig minden kérdésedre fogok válaszolni. Konkrétan nem volt pingpongasztal Kőbányán a Pongrácz terepen, ott nevelkedtem, és nagyon büszke vagyok, hogy ott nevelkedhettem, hol nullától egészen 19 éves koromig ott laktam a szüleimmel, azt mondom, hogy fantasztikus gyermekkorom volt, és hogy a kérdésre, akkor lett pingpongasztal a 20-as épület mögött, betonasztal, amikor Gergely Gábor Európa, illetve világbajnok lett, 1975-ben világbajnok lett, 74-ben pedig Európa bajnokságon egyéniben második lett, és akkor hirtelenjében egyszer csak lett egy pingpongasztal ott a 20-as épület mögött, úgy mondtuk, hogy a semmibe. Hát akkor ez egy jó kerület, hogy itt odafigyeltek rád. Most nagyon sokan tudnának arról beszélni, hogy saját településeken nem veszik őket komolyan, de hát ez nekem egy öröm, ez egy, komolyan mondom, hogy tetszett, hogy ezt észrevették, és megcsináltak, és gondolom adóta nagyon sokan elkezdtek pingpongozni, de hát miattatok nagyon-nagyon sokan. Közbe vághatok egy másodpercet, mert azt mondtad, hogy ez egy nagyon jó kerület, és nagyon jó hely volt valóban. Én ott nőttem föl, ott jártam általános iskolába, az Iház Dániel gimnáziumban, Kápolna tér, Iház utca, ott végeztem a sulimat, és visszajártam, és visszajárok azóta is a telepre, pedig már a gyökerek azok már nincsenek meg, viszont egy hatalmas, nagy snúr van, ahogy szokták mondani, ami elvághatatlan, az, hogy én mindig tudni fogom, és soha nem fogom elfelejteni, hogy honnan
indultam, az, hogy hova érkeztem, azt döntsék el a kedves nézők, illetve bárki más, és innen szeretném megköszönni azt a hatalmas megtiszteltetést, amit kaptam Kőbánya vezetésétől 2 évvel ezelőtt a 70. születésnapom környékén, hogy én Kőbánya díszpolgára lehetek, és erre igazándiból legalább annyira büszke vagyok, mint az elért eredményeimre. Igen, én is úgy gondolom, hogy ha ott nem becsülik meg az embert, ahol felnőtt, ahol a legszebb éveit töltötte, akkor ott nagy baj van, és nem a versenyzővel van baj, hanem akkor a vezetővel. És én ezt tényleg jónak tartom, ugye egyébként csak mondom, mint a Krúdy Gyula irodalmikar elnöke, mi is járunk Kőbányára, és sikeres esteket adtunk ott. Úgyhogy, és az egyik társam, Kanizsa József, aki 33 évig volt a Krúdy Gyula irodalmikar titkára, ő is díszpolgár, úgyhogy ez egy jó kis közösség. Egyébként meg ilyen pici dolog, figyelni kell a jelekre, figyelni kell az eredményekre, figyelni kell a tudásra, észre kell venni dolgokat, és ha észreveszik, akkor fordítva is észreveszik, mert neked sok rajongód van, és nem mindegy, hogy a rajongóidat eltávolítják veled együtt, vagy pedig odahozzák, úgyhogy én örülök neki, hogy így van. Na most akkor eljutottunk odáig, hogy ott lett asztal. De te hol kezdtél pingpongodni igazán? Ez nagyon érdekes, mert pingpong, mint olyan, aztán utána asztali tenisz, mint sportág. Hát azt se tudtam, hogy ezt eszik vagy isszák, bevallom őszintén. A történet nagyon érdekes. Édesapám és édesanyám imádta a sportot. Imádta a sportot, egész családunk különben sportos volt, a nővérem is atlétizált az MTK-ban, gátfutó volt, jó, szép, hosszú lábú, csinos csaj. A bátyám, Isten nyugosztalja, Csabi, ő cselgáncsozott, és a BVSC-ben jégkorongozott, amihez nyúlt, mindenben jó volt. És mondták, hogy hát akkor itt van ez a kicsi, aki valami úton, módon ide pottyant, mint Ratkó gyerek, ugye 53-ban születtem. Hát vele is kell valamit kezdeni majd. Mindenfajta sportversenyre kijártak édesapámék, és egyszer a 75-ös trollival jártak dolgozni. Az orvos továbbképző intézetbe volt. Édesanyám dolgozott a Szabolcs utcai kórházban, édesapám pedig a Váci úton, Babér utcában az Elzett fémlebenzipari művek tűzoltó készülékek gyáregységében. Ezt mindig elmondom, mert imádom ezt, olyan gyönyörűséges, hosszú neve van, és nem bakizok bele, azért ez fontos dolog. És képzeld el, hogy a 75-ös trollin, amikor utaztak, akkor voltak a trollin az ablak fölött ilyen kis kockák, ilyen 20x30-as kockák, reklám anyagok voltak bele, papírok tologatva, mit tudom én, hogy gyere táncolni a tánciskolába, mit tudom én, cipőt a cipőboltból, és folytathatnám a fantasztikus reklámokat, és ki volt írva, hogy KSI, jöjj közénk. Ez volt, nem, soha nem fogom elfelejteni, valahol még mindig van egy ilyen kis papírom otthon. KSI, jöjj közénk, toborzó A-tól Z-ig, atlétika, asztali tenisztől vízilabdáig, mindenfajta sportágban, itt és itt, a sportcsarnokban és környékén. Ha édesapám még hazatértek, és mondták a bátyámnak, hogy Csaba, akkor gyermeket fogsz kézen, ezt mit tudom én, szerdán vidd le ekkor és ekkor a sportcsarnokba. Na így kerültem én a sportcsarnokba, hogy miért a pingpongba? Ennek is története van. Nem is olyan régen előtte, amikor ezt az édesapám még meglátták ezt a reklámot, ezt a hirdetést, a kínai asztali tenisz válogatott itt volt Budapesten. És hát ők itt voltak a sportcsarnokban természetesen. Kellene egy ember, aki meg tudja verni. Nem, hát dehogy is, hát ugye akkor kínai válogatott, de lehet, hogy a japán válogatott, ennek valóban nem sok, tök mindegy, hogy melyik, tehát ázsiai válogatott volt, teltház nézték, hogy de Istenem, hát ilyen sport is van, tudod? Nézték, haj de jó, próbáljuk meg. Csak hogy akkor a kis Gergely már focizgatott egy picit,
egy kicsit stikkába. De aztán mondták, hogy jó lesz az ott a KSI-ban, a sportcsarnokban. Ott nem kell félni télen, nem esik az eső ősszel, nincs sár meg, jó lesz ott a terembe. Na így kerültem a pingpong terembe, ahol ott úgy Balatoni Tibi bácsi, Juhos Józsi bácsi, két nevelőedzőm, Volper Laci bátyánk, aki most volt 90 éves, ő később jött a központi sportiskolába, bár őt is nevelőedzőmnek tekintem. És akkor azt mondták, hogy itt van, fogd meg ezt az ütőt, mondom, milyen ütő, azt sem tudom, hogy mi ez. Tehát komolyan mondom, soha nem volt a kezemben se pingponglabda, se pingpongütő, azt sem tudtam, mi ez a sport. De azt mondták, hogy mindenkit ellöktem, pattogott a labda, bemásztam az asztal alá, félrelöktem mindenkit, mondták, hogy jó, van ez egy jó rossz gyerek, elfér itt, és fölvettek. Na így kezdődött a karrierem 1961-62-61-ben. És mennyire lassan jöttek az eredmények, mert ugye Kokó is a Pongrácz telepről indult, és ő is mondta, hogy azért az egy, mondhatni azt, egy egyszerű kis közeg volt annak idején. Nem tudom, ismertétek egymást egyébként a Kokóval? Hogyne, persze. Természetes, hát csak a jobb, a fiatalabb, mint én. Azért ide hozzátartozik az, hogy én olvastam egy Kovács István zseniális nyilatkozatot, amikor ifi EB-t nyert, ugye, mert nyert ő mindent, igen. Valami ilyesfajta nyilatkozat volt, és erre nagyon büszke vagyok. Azt mondta, valami ilyesfajta volt, persze tudom, hogy csak pontosan szabad idézni, de valami ilyesfajta volt, hogy a példaképem a Gergely Gábor erről a telepről. Jó, ezt akkor mindenféleképpen kimenteni, és vetíteni otthon újra, és akkor utána majd megfordítjuk. És természetesen ismert. Hát ez végülis ez egy kis telep, 20 ház, de hát Petőfi mozi, a Kokó jégpont ott a mozi melletti házba laktak. Mi a legutolsó előttibe, közel a gázgyárhoz. Hát jártunk a kézlabdásokat néztük, a teniszezőket néztük, ott edzett a Gulyás. És titokban meg Bildt hallgattál, nem? Tehát Bill Gyulát, hát szórakozol, ott ültünk egymás mellett a padon. Hát hogyne? Tehát ez természetes. Nem csak titokban, hanem tudod, mit hallgattam még? Gezarolt. Ismerem az alapítót, ugye az alapító dobos Ausztráliában van, aki egyébként a Hobo Bluesbandnek is a dobosa volt, a Laci, és az énekes pedig a Szakács. Így van, és a szólógitárosuk pedig Ciránkus Anyi volt. Így van. Az én osztálytársam az általános iskolában, szintén ott lakott a telepen, bizony, és Gezarol együttes, mint olyan Mátyásföldre jártunk ki a úgynevezett kultúrházba, és ott nyomatták a rockot, meg minden. Akkor egy kis kitérő, ezt képzeld el, hogy volt egy alkalom, amikor Deák Bill lépett fel, és akkor a Farkas Peti beszállt mellé, mint énekes, én meg beültem a dobhoz, és néhány dalt játszottunk egyet. Úgyhogy hát azért ez a kőbánya, ez egy, hogy mondjam, különleges, nem véletlenül sok zenész jön ki, akik szeretik az élő zenét. És a Viki Dál Gyuszi is énekelt ebbe az együttesbe, aztán utána. Így van. Aztán utána lett ugye a Gezarolból a P. Bobby. Így van. De hát csak nagyon felkészült vagy, te oda kell figyelni. Nagyon vigyázzál, és most, hogy itt én azonnal kontrázok. Vigyázz, azonnal kontrázok, hogy Farkas Péter énekelt veletek. Hát tudod mit, én énekeltem volt Petőfi csarnokban éjszaka, az Eddával énekeltem a Kör közepén állok című nótát. Most és a te általad, valami, te is benne voltál valami olimpiai kis lemezbe, vagy micsodába, ott meg reppeltem, úgyhogy sehol nem vagytok. Igen, azért most egy pillanatra megfékezlek, jó? A Népstadionban egyszer nagyon régen, még a Real Madrid előtt, az Aranycsapat című dalunkat előadtuk. Igen, nem igen. Voltak sokan, 45 nem ezer, olyan sok, de érdekes. Hát akkor csak elbeszélgetünk, tudod? Azért most kezdjünk pingpongozni. Nem, persze, úgyhogy. De ezek figyelj, hozzátartozok az élethez, persze. Ezek az emlékek, ezeket nem úgy kell, hogy most én most hú, milyen nagy kép és fölvágok, hogy tudod, itt én büszke vagyok rá, hogy bekonferáltak, hogy jó napot, emberek, vendég,
és akkor föl. Az IFI Parkban a Piramison voltam vendég, a Piramis Együttesnek a vendége voltam. Tehát én büszke vagyok erre, hogy igen. Akkor az nem baj, hogy a Somla is nekem nagyon-nagyon jó barátom van, de nem kicsit, nagyon. Tehát szerintem az utolsó 20-25 évében, ahol koncerten részt vett, az szinte mindenhol vele voltam. Na, úgyhogy akkor pingpongozzunk Somlajossal, 75-ös Solin együtt utaztunk. Hát a Lajos nem hívjuk ki. Úgyhogy nem. Igen, ott lakott mellette. Így van, Hungárián. Hát ennyi. Jó, tovább megyünk, tehát pingpongozunk. Ugye ilyen, hogy Jónyer Gergely és Klampár Tibi, de most az embereket mindig az érdekli, már bocsánat meg, hogy neki szorítalak a falnak, hogy de most melyik a jobb játékos, mert mind a három nagyon jó, meg mind a három világbajnokok, Európa bajnokok, meg végverték a világot, nem tudom hányszor, mindenféle nemzetközi tornákat megnyertek, de melyik a jobb, mert mind a három magyar. Akkor inkább úgy teszem fel a kérdést, hogy ha egymás ellen játszatok, akkor milyen ad a helyzet, amikor így egymás ellen játszatok? Jó, van, akkor nem térek ki a válasz elől, melyik a legjobb. Mindig, ugye ez szó volt arról, hogy melyik a legjobb, én mindig csak annyit mondtam, hogy... Hát mind a három jó. Én azt mondtam, hogy el kell dönteni, mindenkinek van, ki a Rolling Stones együttes szereti, ki a Beatles-t, és volt, aki a Bee Gees-t, ugye? Volt, aki a Klampárt szerette, volt, aki a Jónyert, és volt, aki... Téged? Engem. Hát a csajok általában engem jobban. Akkor még volt haja, hát, sötét volt. Most is van, bocsánatot kérek. Szóval a helyzet az, hogy Klampár Tibi egy Isten adta zseni tehetség volt, született zseni, aki rengeteget tett azért, hogy ilyen klasszis világsztár legyen. Edzett, tehát ez egy félre tájékoztatás, hogy Klampár nem edzett. Most is edz az. Hát, ha bírná szegény, igencsak. Jónyer Pista, tehát a Klampárhoz képest mi csak tehetségesek voltunk. Ő volt a zseni, per abstart. A Jónyer volt a nagyon-nagyon-nagyon tehetséges, aki vidékiként azt szoktam neki mondani, hogy mint nemzet sportolója, ugye, és büszkék vagyunk rá, hogy az asztali tenésznek is van nemzet sportolója. Mondtam neki nagyon sokszor barátom, testvéri barátomnak, hogy azért kerültél el idáig, és azért lettél világbajnok, és azért lettél a nemzet sportolója, mert egy keményfejű parasztgyerek vagy, Diós Györgyből. És ez dicséret, ezt mindenki vegye dicséretnek. Le a kalappal, hogy idáig eljutottál, hihetetlen tehetséges volt. Klampárhoz képest egyikünk sem volt tehetség. Én nem lehettem ügyetlen, hogyha oda tudtam jönni, mert ők egy picivel előbb már ott voltak a csúcson, nem lehettem túl ügyetlen, hogyha azért hamar utolértem őket. 19-20 éves koromban én már a csapat tagja voltam, kihagyhatatlan tagja voltam a csapatnak, egyéniben Európa-bajnoki ezüstérmes voltam, szóval 75-ben 21 évesen már világbajnok lettem, tehát a kérdésedet nem kikerülve, ha hárman körmérkőzést játszottunk volna. Hárman, így van. Ugye most a három az azért nagyon fontos, mert a tízek bajnokságon mások is játszottak. Ha hárman körmérkőzést játszunk, és játszunk 10 körmérkőzést, hogy mindenki játszik hárman között, abból a 10-ből a Klampi 6-szor biztos megnyeri a kört, 6-szor 1000%. De lehet, hogy 7-szer. Maradt 3, Uszkve 4. Azt a Gergely nyerte volna. És ez nem azt jelenti, hogy a Jónyer volt a leggyengébb játékos. Frászt. Egymás elleni játék. Egymás elleni, stílus, játék, nem, ennek nincs jelentősége. Tehát mi egymás között soha nem beszéltünk arról, hogy ki a jobb játékos, ki... Nem, ez egy hatalmas, óriási csapat volt, és csapat maradt azóta is. Bencsik Zoltán, mint szövetségi kapitány kitalálta azt, hogy ő nem lehetett világbajnok, ő viszont szeretne nevelni egy világbajnok csapatot, akar nevelni egy világbajnok csapatot,
amihez volt kettő darab embere. Jónyár István és Klampár Tibor. Ehhez kereste a harmadik embert, mert egy kínai válogatottat, neki az volt az elképzelése, hogy úgy legyen világbajnok Magyarország férfi csapata, hogy Kínát veri. Nem kis dolog. És ehhez viszont két ember kevés volt. Egy kínai csapatot csak három egyforma zsenivel lehet megverni. És most a zsenit már direkt mondtam, mert aki a kínai csapatot meg tudja verni, az nem jó játékos, nem szupersztár, hanem azok már zsenik. És nyugodtan lehet dobálni engem, hogy miért vagy ilyen nagyképű. Hogy én megvédelek, azért még csak birkózó vagyok, tudod, valahogy csak elbírok majd. Na, szóval, és ezt megtalált engem a Bercik Zoli, és nem csak engem talált meg, hanem rajtam kívül még 10 embert is kipróbált oda, sőt, nézte a magyar mezőnyt. Úgy látszik, láthatott valamit a szememben. Én nagyon szeretek komoly munkát végezni, és hogyha valamit elkezdek, azt nagyon szeretem rendesen megcsinálni. És utaztatott, hogy szagoljam a versenyt, azt érezni kell, és utána egy-másfél év után már csapattag lettem, szuperligátokat játszottam, és kialakult egy Jónyár Klampár Gergely, Gergely Jónyár Klampár, Klampár Jónyár Gergely csapat, mindegy, hogy mondjuk, és ez a csapat végigvert a világot, úgy, hogy Bercik Zoltán azt mondta, hogy ő azért a szövetségi kapitány, hogy mindig a győztes csapatot küldje a pályára, tehát állítsa asztalhoz, és azt mondta, hogy a győztes csapat a Jónyár, a Klampár meg a Gergely. Kész. Neked nagyon jó volt a fonákod. Mondhatnám azt, talán hármatok közül neked volt a legjobb fonákod. Mellette kegyetlen jó lábmunkád volt, és elég gyors voltál, és befutottad a labdákat. Én úgy láttam, azért Jónyának az erőssége volt a tenyeres. Tenyeres pörgetés. Tenyeres és a pörgetés. Klampának én úgy éreztem, hogy a fonák is jó volt, meg a tenyeres is. De inkább pörgetett tenyeresből nagyon jókat. Hogyha egészen jól látott különben, a Klampár Tibi olyan gyors játékos volt asztal fölött, asztal közelben, hogy a kínaiaknak is kikerekedett a szemük, hogy ilyen gyors kezű pingpongozó van a túloldalon. Tehát ő a gyorsaságával verte meg a kínaiakat. Fonákot ő nem nagyon pörgetett, sőt mondhatnám, hogy csak nem kontrázott. Igazán. Átkontrázta viszont a tenyeres, amikor tenyereshez került, ott kilukadt az asztal, tehát akkora pörgetés volt, és akkora ütés volt, hogy rendben. A Pisti, ugye ő volt a másik, ugye mi úgy hívtuk, hogy feltaláló ráadásul, bár a Tibikét is lehet feltalálnak mondani, mert ő találta ki ezt a ragasztást, amivel felgyorsította az ütőborítást, amit aztán átért az egész világ. Ez hogy kicsit. Ezt majd elmondom. Jó, a Pisti kitalálta az úgynevezett oldalfalsos pörgetést. Aztán mi hárman kitaláltuk azt, hogy a pörgetést nem csak droppoljuk, most mutatom, nem csak a tetejére tesszük a labdát, az ütőnket, hanem ahogy meg van pörgetve, ugyanazzal a mozdulattal, mi visszapörgettük, ezt a magyarok találták ki. A Jónyár a kifli pörgetést tenyeressel, a Gergely a Gergely meg fanákkal a kifli pörgetést. Ez lőtt a Jónyár kifli, a Gergelyből meg csak burkifli lett, úgyhogy nem adták oda nevet. De hát ez nem érdekes. Ragasztás, ugye arról van szó? Mit jelent? A ragasztás. Igen, azt kérdezem, hogy mit jelent ez, hogy ragasztás, hogy belül vagy kívül bekentétek? Van a pingpongütő, fából készül, a szabályok szerint az asztal, a pingpongütő csak fából készülhet. Passz. Erre jön a soft borítás. Mi magyarok olyan borításra játszottunk, ami nem volt szemcsés kifelé, hanem úgynevezett tükörsoft, mondjuk így mindenki. Így hívtuk. Így hívja. Na most, ez azt jelenti, hogy szivacs és gumiborítás szemcsével befelé a szivacsra. Ugye? Akkor lesz tükörszerű. Na most. Akkor még lehetett használni úgynevezett benzin alapú gumiragasztókat. Ez volt a Palma gumiragasztó, magyarul bicikli gumiragasztó. És mi azt használtuk soft ragasztásra, azért,
mert bekented egyszer a fát, egyszer bekented a szoftot, illetve hát a szivacsot, és letetted, és utána így csináltál, és lejött a kezedről. Nem maradt semmi a kezeden, és utána kiszáradt, és rátetted, még, és már lehetett játszani, körbevágtad, pont. Na most a Tibi kitalálta azt, hogy nem szárítja ki. Bekente a fát, bekente a szoftot, és azonnal rátette az ütőre, hengergetés, és olyan úgy fölgyorsult ezáltal a borítás, hogy hát nem is tudom, tehát kis mozdulattal még gyorsabban ment az ő labdája. Olyan hangja volt, hogy ha te meghallottad volna, azt mondod, hogy álljunk meg, mert gerjedünk. De volt egy hátulütője ennek, hogy tönkretette pillanatok alatt a szoftot, mert a benzin feloldotta a szivacs és a gumi közti anyagot, és azonnal hólyagos lett a szoftot, amit azonnal le kellett már cserélni, mert azzal nem lehet játszani. De ameddig ezt lehetett csinálni, mert ma már nem lehet ilyen ragasztót használni az egészség miatt, csak vízalapúakat, addig a klampi... Jó, de akkor mit tudtak a kénelyek? Mert azért nekik sem voltak egyszerű ütőik, meg tolszárral játszottak, egy teljesen más stílussal. Ezt a tolszárt ezt nem annyira, mert már a végén elmondanám neked, hogy ők is, és ma is már nagyrészt normál európai ütőfogásba fogják az ütőt. Igen, hát akkor még tolszárba játszottak, de már használták a tolszárfogásnak a másik oldalát is, tehát azt az ütőnek a másik oldalát is. Hát nézd, egyértelmű mi volt az, hogy ők arra törekedtek, hogy a tenyeressel mindent, tehát ebben az ütő, ugye kiszolgáltatott volt, hogyha így kellett hozzányúlni a labdához. Akkor te neked jó volt a fonál. Hát én alig vártam, hogy kínaival, illetve tolszárfogásúval játszak. Mert igen, neked hosszú, volt a... Igen, én imádtam a tolszárfogásúval kell lejátszani. Én nagyon-nagyon szerettem. Oké. Okay. Milyen volt a viszony köztetek? Tehát azért ti sokat voltatok edzőtáborban, sokat utaztatok, sok versenyen részt vettetek, ott nagy feszültség van. Logikus, hogy egy világ, egy Európa-bajnokságon, vagy egy nagy nemzetközi versenyen nem az a feszültség norma van, mint mondjuk egy hétköznapi beszélgetésre, akár egy borozgatás, sörözgetés, mert itt azért mindenkinek a lelki állapota feszített, és ott robban pillanatok alatt. A hármatokat hogy tudnád jellemezni? Igen. A Tibi nagyon nehezen tűrte a bezártságot. A hosszantartó edzőtáborozást, ugye hát azt, mivel voltunk együtt is többször annak idején Tatán, hát bizony mi nagyon sokat voltunk edzőtáborban. Ugye ez kellett ahhoz, hogy napi 8-9 órát tudjunk tréningezni. Tehát ezt Budapesten szinte lehetetlen, meg nem lehet megcsinálni. Tehát, hogyha nem vagy edzőtáborban, és nem csak azzal foglalkozol, hogy edzés van, tréning van, pihensz, eszel, pihensz, játszol, tréningezel. Na most a Tibi ezt a monoton, hosszú edzőtáborokat nehezen bírta, de a Zoli Berci Zoltán mindig talált egy kis könnyítést neki, hogy azért elviselje. Ha Klampár Tibinek olyan versenyeket rendeztek volna, mint az olimpiák, ahol naponta durván egy, azaz egy darab mérkőzést kell játszani, látjuk most is a párizsi olimpián, akkor Tibor így is rengeteg nemzetközi versenyt nyert, de akkor Tibor szinte verhetetlen lett volna, mert ő egy mérkőzésre, egy nap a világ legjobbja volt. Arra összetudta szedni magát, arra úgy oda tudott állni, hogy ember legyen a talpán, aki egy, azaz egy mérkőzésen meg tudja verni. Nem szerette a 10-es bajnokságot, a
top 12-t, ahol mindenki játszott mindenkivel, ahol sorozatot kellett játszani, ezt ő nem szerette. És a magyar csapatnak az óriási szerencséje, hogy nem egyénivel kezdődött a világbajnokság, mert ugye annak idején még a világbajnokság úgy zajlott, hogy a csapat is ment, aztán utána a párosok és az egyénik, tehát egy kalap alatt lerendezték, nem úgy, mint most, hogy most csapat van, világbajnokság van, aztán páros világbajnokság van, aztán egyéni világbajnokság van. Akkor minden együtt volt, két hétig tartott durván. És ez volt a szerencse, hogy a csapattal kezdtünk. És hát a Tibi az elején szárnyalt, ameddig bírta a sorozat megterhelést. Hát hozta magát. Mi meg hozzátettünk, mindig azt mondtuk, hogy veszítsünk. Játszik az egyik, mindegy, most megint nem mondok sorrendet. Ha az egyik nagyon jó játszik, a másik jó játszik, a harmadik meg hozzátesz valamit. Hogy veszít ez a csapat? Na, mi így voltunk. A jó nyer Pistára figyelni kellett a csapaton belül, mert nehezen melegedett be. De amikor bemelegedett, akkor ott nem volt mese. Ő tudott meglepetést okozni, hogy kikapott olyattól, aki, de aztán... Igen. Tehát akkor igen. Magyarul a Klampát idegesíteni kellett volna előtte, hogy kicsit elfáradjon. Nem. A Pistát meg ugye állandóan a Pista nehezen lendült bele. De ha belelendült, sokszor, akkor... Igen, sokszor mondtam neki, hogy világ szerencsése vagy, hogy 21-ig játszottunk, meg 3 nyerszett volt az egyéni, mert hogyha az a szabály lenne, mint mostanság, hogy 11-ig, akkor te utcák terek bajnokságát nem nyertél volna, mert ő 11 után, 12 után kezdett játszani. Hát és az elosztás hogy volt? Ha mondjuk elmentetek egy nemzetközi versenyre, vagy egy világbajnokságra, EB-re, akkor ugye, mivel mondtad is, meg tudom is, hogy több napig tartottak ezek a versenyek, akkor ilyenkor ugye kellett szálláson pihenni. A szobaelosztás milyen volt? Ki kivel aludt? Hát, baromi érdekes, mert ugye egyértelmű volt, hogy ameddig volt Jónyer, Klampár és nem volt Gergely, hát akkor együtt voltak egy szobában. Aztán később úgy alakult, mert ugye nem csak hárman utaztunk, hát azért négyen-öten. Később úgy alakult, hogy olyan Jógyer-Gergely szoba lett, akár az edzőtáborban is. A Tibike pedig a Kreisszel, a Kreisz Tibivel volt általában egy szobában. Így alakult, szóval... Bocsánat, a Bánkuti? A szövetségi edző kapitánynak az édesapja. Így van, azért kérdezem direkt, mert a Bánkuti, a Birkózó szövetség, a Bánkuti Zsolt tanítványom volt. Igen. Most ugye ő szövetségi kapitány és az édesapja pingpongos volt. Csepeli ő milyen játékos volt? A Sanyi? Ifi válogatott volt, jó, megbízható NB1-es játékos volt. A válogatottba, felnőttbe már nem tudott oda kerülni, de hosszú évtizedeken keresztül, vagy éveken keresztül, ameddig a Csepelnek volt NB1-es asztali tenisz csapata, standard játékos volt. NB1, jó. Kellemetlen volt, ilyen furcsa stílust játszott, a postásba kezdett, aztán utána lett Csepeli. Szemcsével próbálkozott ott a Fonák oldalán. Egy kellemetlen játékos volt, de nem volt válogatott szint. Melyik volt a legemlékezetesebb mérkőzés, ami a te agyadban lejátszódott, amire úgy mai napig is, hogyha fölráznak éjszaka, akkor az eszedbe jut, de a következő néhány ezer mérkőzés nem jut eszedbe. Kettőt mondhatok? Minimum. Az egyik természetesen, amire én nagyon-nagyon büszke vagyok, az, hogy én 12-13 éves koromban, még nem voltam 8-os, 65-ben, kb. 65-66-ban, én vagyok Magyarország első úttörő olimpiai bajnoka asztali teniszben. Ez mondjuk egy dolog, soha nem fogom elfelejteni, az érmem ott van a világbajnok érem mellett, megvan, de akkor játszottam életemben először élő
egyenes adásban a Magyar Televízióban. És megvan a felvétel? Hát ezt, a sajnos az a felvétel nincs meg, mert a Magyar Televízióban annak idején mindent töröltek, de itt megvan a felvétel. Szőnyi János volt, aki kommentálta a döntőt, Kisunfélegyházai játékossal, Csenki 2 Gáborral játszottam, akinek a rokona a humorista Csenki, aki most stand-upos. 2-1-re nyertem a Gábor ellen, a döntőszedben 20-15-ön volt, és ezért emlékszem mindenre, 20-15-ről 20-19 lett, és utána beütöttem egy tenyerest, és így lett 21-19. Tehát ez soha nem fogom elfelejteni. De van egy másik kínai hát néhány héttel később, ez volt mondjuk 65-66-ban, néhány évvel később, 1979 tájékán, ugye május 2-a, 3-a, 4-e környékén Fennyánban, miután megnyertük a csapatot, kétszer győztük le Kínát, egyszer 5-2-re, egyszer 5-1-re, erre mondta a Tibor, hogy a harmadik meccs lett volna, akkor 5-0. Úgyhogy az egyéni küzdelmek voltak, 128-as tábla, ami azt jelenti, hogy az asztali teniszben egyet vesztesz, mész zuhanyozni. Kész vége, nincs visszajátszás, nincsen, hogyha bejut valaki, vissza hátán tovább, hát ha egyet vesztettél, zuhany, kész. Viszont jut meleg víz mindig. Első fordulóban majdnem kikaptam egy orosz szovjet versenyzőtől. Nem nagyon vezetett, volt 2-1-e, meg 18-14-e, 18-13-a. És akkor a Vas István Zoltán kint volt ezen a versenyen, Fennyánban, és úgy kinéztem rá, és ez van. És mondott egy szépet, nem volt bekapcsolva a mikrofon, 18-as karika ott lett volna, amit mondott, 21-18 lett ide, és a következő szett az 21-6. Úgyhogy első fordulón túlkerültem, jött egy koreai, 32 közé, jött egy kínai a 16 közé, jött egy kínai a 8 közé, és jött egy kínai a 4 közé. És ez akivel játszottam, a Li Shenxin nevezetű kínai, akit megvertem a csapat döntőn, nagyon fontos állásnál. Úgy kerültem rá a meccsre, hogy az előző fordulóban 3-2-t játszottam a kínai versenyzővel, minden szett 20 fölött volt, tehát ilyen 24-22 öt szettet, tessék el képzelni. Brutális. Brutál, valóban az. Annyi időm volt a következő mérkőzésre, hogy kimentem az öltözőbe, ledobáltam magamról mindent, fölvettem a szárazat, és mentem visszajátszani. Pont ennyi időm volt. Első szettet azt ember nyerte, másodikat én nyertem, harmadik szett 2-1 ide, negyedik szett azt meg kellett volna nyernem, de sajnos nem sikerült, 2-2, döntőszett, és a döntőszett úgy indult, hogy nem értem utolsó se. Kezdődött 4-1-el, lett 7-3, 12-8, 15-10, 17, mit tudom én, 18-13, 19-13, 14, de nem akarom fokozni, 20-19 lett ide döntőszedbe. 20-19-nél, bár sokszor elmondtam, de most is föláll a szőr a hátamon, meg a kezemen, 20-19-nél pörgettem egy fonákot keresztbe, ember elment, 3 méter az asztaltól, utolérte, visszadobta, visszaemelte, és ilyen félzicserbe jött ilyen jó, úgy, amire azt mondott, hogy ilyen, ezért játszod ez a pingpong, hogy ilyen labdát kapjál. Hát a hosszú évek alatt ezt a labdát fogta magam, és a másik oldalra úgy, ahogy kell. Úgy, ahogy kell. Gyorsan lehúzva, kész. Itt mondtam, elég, hogyha átmegy, és egy kicsit. Háló teteje, közepe, és elkezdett gurulni a labda a háló közepén, és átesett az asztal mellé.
Durva. Itt a vége, azóta is fölébredek éjszaka. Tehát ez az a meccs, amit soha az életemben nem fogok elfelejteni. Jól éreztem, hogy mindenkinek az életében sajnos vannak ilyen nehéz pillanatok, de azért én azt gondolom, hogy te sokat kaptál a sportágattól. Talán egy kicsit az úgy bánt egy kicsit, hogy ugye azért hármatok közül ketten egy kicsit valamennyire eltávolodtatok ahhoz képest, amennyire benne voltatok. Tehát tulajdonképpen ez volt az életetek, tehát ennélkül nem kelt fel a nap. Meg hát ezt a szót kimondani, hogy 8 órát edzeni, mert mi is annyit edzettünk, amikor készültünk EB-VB-kre vagy olimpiákra, rengeteg munka. És hogy egyszer csak úgy abba hagytad, oké, van kis iskolát csinálod, de valahogy tőletek sokkal többet várnék, tehát a szakmának sokkal többet tudnátok adni, ha csak adokat az apró trükköket, amiket ti az évtizedek alatt megszereztetek a világ legnagyobb mezőnyeiben, az biztos, ha csak egy ilyen picit teszel hozzá minden harmadik versenyzőhöz, akkor az megváltoztathatja a mai eredményeket is. És én ezt nem érzem, hogy ti ebbe ilyen szerves részt vennétek, akár mind a hárman. Nézd, hát erre azt tudom mondani, hogy ha az ember neki fut a falnak és beveri a fejét 2-3-szor, akkor negyedszerre megkeres az ajtót és kimegy rajta. Ezt magyarra fordítva, természetesen én is arra gondoltam, amikor abba hagytam, vagy illetve közeledett az a bizonyos, hogy abba kell hagyni, mert egy idő után illik abba hagyni, én pedig elhatároztam, hogy a csúcs közelébe szeretném befejezni. És Bercik Zoltán is preferálta azt, hogy üljek csak mellé. Nagyon sok versenyen ültem mellette, aztán ültem egyedül, adhattam taktikai tanácsot a lányoknak, a fiúknak, Klampár mögött ültem, Krejsz mögött ültem, Jónyer mögött ültem, és mondhatnám. És amikor Bercik Zoli odaült mellém, akkor mondtam, hogy azt mondja, nem azt mondja, csinál csak végig. Tehát úgy nézett ki, hogy nagyon szerette volna azt, hogy én azért legyek ott közel. Az élet úgy hozta, hogy nem kellettem. Pont. Ennyi. Tehát nem kellettem. A Magyar Asztali Tenisz Szövetségnek, a Magyar Asztali Tenisznek nem kellettem. Hiába voltam a BVSC vezetőedzője, bajnokcsapatnak az edzője. 4-5 válogatott játékos játszott nálam. Jó, hát nem kellettem. Az egyéniségekkel nem könnyű bánni, ezt tudod nagyon jól. Tehát te is az voltál, a Klampár is, a Gerge is. Kérdésem, egy furcsa kérdés lenne, hogy egy ilyen világszintű asztali teniszező mennyire tud elfelejteni pingpongozni? Tehát most úgy azt képzelem, hogy most, hogyha neked most pingpongozni kellene bárkivel, tehát az a Gergely Gábor logikus, hogy nem jön vissza, de hogy nagyon el lehet felejteni egyébként, úgy már a labdabiztonság szempontjából. Nem, érdekes, tehát nagyon érdekes, és jó, nagyon jó, tényleg nem szoktam dicsérni, de nagyon jó a kérdés. Ha odállok az asztalhoz, és a túloldalon játszik valaki velem, és elkezdünk játszogatni, fonák kontra, tenyeres kontra, fonák kontra, tenyeres kontra, te gyakorolsz, én tartom, én pörgetek, te tartod, azt nem rontom el. Azt nem rontom el, az iskolázást nem rontom el. Viszont nem játszom poéra. Milyen jól döntöttél. Nem játszom poéra. Ez most olyan, mint a Flóri. Inkább olyan is félreállt, nem lenne le a csínbe. Tudod miért nem? Megmondom, egyet megpróbáltam. A Nimbus. Nem, egyik az. Nem, ezt megint azt kell mondanom, hogy én akkor hagytam abba, és úgy hagytam abba, hogy a csúcs közelében, egészen közel, és nagy képviség nélkül tudom azt mondani, hogy ugye durván voltam 300, nem tudom hányszor, 300 fölött válogatott, nyertem néhány versenyt, néhány VB címet, EB-t, és így tovább. És vannak olyan emberek, akik úgy fogják befejezni a pályafutásukat, hogy soha nem vertek meg engem. És én ezt így akartam befejezni, a pingpong pályafutásomat. Ez pedig pont így a te stílusodhoz nem annyira passzol, mert azért egy ilyen bohém, mindenbe kanáltam. Ebből nem engedek. Ez egy nagyon érdekes, hogy ebben meg ilyen határozott volna, hogy így döntöttél. Itt látszik, hogy legbelül van egyfajta
profizmus benned, ami képzeld el, ehhez tartozik így, hozzá. Nem engedhetted meg magadnak. Képzeld, ehhez hozzá tartozik, és ezt nem fogom eltitkolni. Néhány hónappal ezelőtt egy barátom megkért, hogy menjek le hozzá Füredre, a kis maszek, sehol sem jegyzett pingpong csapatkája, inkább csak ilyen hobbi egyesületébe, mert jönnek Bécsből, az UNO-ból, az ENSZ-től, az ENSZ csapata. És hogy hát menjek már oda, azt játszak én is egy kicsit. Mondtam, oké, rendben van, de én nem játszom meccset. Per, nem baj, csak gyere, jó. Befűztek, hogy álljak oda meccset játszani. Akkor most itt jelentem ki, hogy életemben ez volt az utolsó. Az utolsó, mert én azt gondoltam, hogy aki ott a túloldalon játszik, az megtiszteltetésnek veszi, hogy velem játszik, és elkezdett úgy harapni, mint az állat. Hajtani, mint a franc, és erre ugye hát én sem akartam akkor már így, pörgettem egy fonálkot, kiléptem, pörgettem egy tenyerest, visszaadta, és hogy hátraléptem, megakadt a lábam, segre estem, nekirepültem a falnak, és fölálltam, és azt mondtam, hogy itt a vége. Kitörtem kezem, lábam, 3 hétig nem tudtam ülni, mert úgy befűtöttem a fenekemet, és mondtam, Gergely, te vagy a leghülyebb ember a Földön. És kész, ennyi volt. De nem felejtettem el pingpongozni, a kérdésre is válaszoltam. Igen, de ez valóban egy érdekes, meg tényleg az emberben meg kell, hogy legyen az a fajta méltóság. Ha valamit elértünk már, azt ne romboljuk már bele. Tudod, ne lépjünk már azért bele. Nem játszunk meccset ebben a korban már, mert itt nyaktól fölfelé én tudom, hogy mit tudok. Tudom, hogy mit tudtam. De körperlik, ahogy mondják, a tested már nem biztos, hogy akarja. Én agyilag megcsinálom, kiteszik oda a labdát, elindulok, azt elszakadok, mindenem elszakad, és nem akarok megsérülni. Gábor, az ember sokféle díjat kap egy élet alatt, és te is kaptál. Ez a Primissima díj, ez egy komoly díj. Mi hiányzik az életed? Mit kellett volna neked még kapni? Vagy semmit? Nekem... Elég ennyi pont? Volt egy általam ismert színművész, aki azt mondta, hogy gyerekek, tudjátok, hogy ki kap díjat? Amikor meg voltak sértődve a fiatalabb színésznők, hogy nem kaptak meg éppen valamit. Mondani, tudjátok, hogy ki kapja a díjat? Ki? Akinek adják. Ergo, nekem nem hiányzik semmi. Egyetlen egy sem. Én úgy gondolom, hogy... Persze mondhatnám, de... Arról nem beszélünk, hogy hol vezetsz műsort, meg mit csinálsz, de egy biztos, hogy mint műsorvezető, mint újságíró, a legnagyobb helyeken dolgoztál, dolgozol a mai napig. Azt hiszem, hogy ha valaki élsportoló, annak sokkal, de sokkal jobban ki kell járni az utat és azokat az iskolákat, mert sokkal előbb mondják az óvető sportoló, azt hiszi, hogy ez is sport. Igen. Nem. Egy jó sportoló az kitartó, szorgalmas, fegyelmezett, és vágyik a tudásra, és én benned pontosan ezeket a dolgokat éreztem. Most már nincs sok hátra, durván van hátra 1,5 perc, akkor 1,5 percben búcsúzz el a nézőktől úgy, hogy miattad valaki, legalább egy ember, vagy mondjuk 1000 ember kezdjen el pingpongozni. Mit kaptál a sportáktól? Ha nem 1000 ember, hanem csak egy ember elkezd pingpongozni, már boldog leszek. Hiszen ez a játék, nevezzük játéknak, 0 éves kortól persze ez butaság, 99 éves korig lehet játszani, mert amikor azt mondom neked, hogy Németh Nyiba Sándor, jössz velem pingpongozni, jössz velem játszani, akkor nincs mese, ezt lehet játszani, ezt a játékot, ezt lehet játszani mindig és mindenhol. És még annyit szeretnék hozzátenni, hogy nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy ezt a sportágat választottam, és nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy most is valamennyire
kis pingpong iskolácskámmal benne vagyok a sportágba, és az utóbbi időben, mint az azt magyar asztali tenisz nagykövete, köszönhető az új elnökségnek, tehetek valamit a 100 éves magyar asztali tenisz szövetségért és az asztali tenisz sportjáért, úgyhogy azt kell mondanom, hogy gyertek pingpongozni, mindenki jöjjön pingpongozni. Gabikám, nekem nagy megtiszteltetés, hogy eljöttél, régi barátok vagyunk, de hát tudod, a mi korunkban már az ember sok mindent elfelejt, de úgy látom, te semmit nem felejtettél el, így én sem, úgyhogy erre a kevés kis időre, erre a 30 évre, 40-re maradjunk még barátok, és hát a közeljövőben készülj, mert jövök pingpongozni, mert ugye az egyik kedvencem az asztali tenisz, iszonyatosan szórakoztató, nagyon jó sportnak tartom. Köszönöm, hogy egy élő legenda őskövület a vendégem volt. Az elmúlt 50 percben a Foci és Sport című műsort láttátok, látták önök. A műsort Németh Iba Sándor vezette. Isten áldja önöket. Jövünk vissza.